Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico Expert szériás Deutsche Bahn Dual üzemű Vectron dízel és villamos mozdonyának H0 építési nagyságú gyárilag digitális hangos modelljét fogom nektek bemutatni. Pár szó a modell eredetiéről. A Siemens 2019-ben mutatta be a Vectron mozdonycsalád dual üzemű, azaz dízel és elektromos verzióját, amivel leváltotta az addigi tisztán dízel üzemű megoldását. A mozdony felső vezeték alatt az áramszedője segítségével hagyományos villanymozdonyként tud üzemelni, villamosítatlan vonalkon pedig a beépített, nagy teljesítményű dízelmotorja szolgáltatja a haladáshoz szükséges áramot a forgóvázakban elhelyezett villanymotoroknak. A 160 km/h maximális sebességű mozdony teljesítménye felső vezeték alatt 2400 kW, míg dízel üzemben 2000 kW. A dual üzemű mozdony kinézete némileg eltér a hagyományos villany meghajtású társaitól. Ahhoz, hogy mind az elektromos, mind a dízel meghajtáshoz szükséges berendezések elférjenek a mozdony gépterében, a gyártó 1 méterrel 19,97 méterre növelte a jármű hosszát. A mozdony típusból létezik egy light verzió is, a Pico ezt modellezte, itt a fő különbség a 120 km/h-ra csökkentett végsebesség és a kisebb, mindösszesen 950 kW teljesítményű dízelmotor. Ez a light verzió elsősorban állomási, tolatási és könnyű tehervonati feladatokra alkalmas. A DB Cargo 2024-ben állította üzembe ezt a sorozatot. Nézzük most a modellt! A standard Deutsche Bahn közlekedés vörösre festett mozdonyt a szokásos Pico csomagolásban találjuk. Nagy meglepetés nincs, ami a mozdony formáját illeti, a főméretek pontosak, az arányok stimmelnek, a gyártó véleménye szerint jól leképezte a nagyvasúti járművet. Ehhez a mozdonyhoz komplett új szerszám is kellett a hozbeni eltérés miatt, így egy teljesen új fejlesztéssel van itt dolgunk. Az ördög a részletekben rejlik, nézzük meg közelebbről most ezeket. A kidolgozottság tekintetében van pár előremutató fejlesztés a korábbi villanyvektronokkal összehasonlítva, amit mindenképpen érdemes megemlíteni. A mozdony tetején az egyik oldalt a szépen kidolgozott fém áramszedő, tetővezetékek és fő megszakító mellett érdemes figyelmet fordítani középen a kipufogóra és környékére, valamint a túloldalon a szépen kidolgozott maratott hűtőrácsozatra, ami alatt a ventilátor térbelien leképezett háromdimenziós imitációja alapul. Emellett találunk még egy kisebb maratott rácsozatot, valamint elhelyezésre kerültek a tetőn külön elemként a kidolgozott kürtök is, a vezetőállások felett pedig a tetőantennák. A mozdony oldalfala alapvetően sima, azonban markáns elem itt a maratott, áttört hűtőrácsozat. A dízel motoros végen mindkét oldalt, míg az elektromos berendezéseket tartalmazó végen az egyik oldalt az itteni hűtéshez tartozó rácsozat található meg, ezek mögött pedig részletesen kidolgozott, világítással ellátott gépteret találunk. Érdemes megemlíteni, hogy a vezetőállás ajtói mellett itt már külön elemként felhelyezett kapaszkodók találhatóak. Az igazi csemege azonban a mozdony homlokfalán található. Az ablaktörlők itt már teljesen különálló elemek, nem a szélvédőre vannak öntve és tamponozva, mint a korábbi Vectronoknál. A vezetőállás bent kidolgozott és külön kapcsolható világítással van ellátva. Az előső kapaszkodók mind különálló filigrán színezett műanyag elemek. Érdemes megemlíteni itt azt is, hogy a light mozdony típusra jellemző, a tolató személyzet munkáját megkönnyítő plusz kapaszkodók és trepnik is külön színezett elemként felkerültek a mozdonyra. Ezek a kis apróságok nagyobb markáns megjelenést biztosítanak ennek a járműnek. A melgerendán a légtömlők immáron külön felszerelhető elemek, őket a kiegészítő zacskóban találjuk meg. A modellre automata kapcsoló készülék imitáció is elhelyezhető, a sárga elemet tetszés és igény szerint fel tudjuk rakni a mozdonyra. Elől a pályakotró áttört, a saroklépcső pedig külön felszerelhető elem. A mozdony alváza és forgóvázai is részletesen kidolgozottak. A forgóvázmaszkok ugyan hasonlítanak a korábbi villanyvektronok alatt található alkatrészekre, de a dual üzemmódú jármű apró eltérései miatt mégis új fejlesztésű maszkok készültek a mozdony alá, ezek láthatóan részletesebbek és szebben kidolgozottabbak, mint a villanyvektron alatt találhatóak.
Középen a gázolajtartály, a transformátorház és a különböző kiegészítő ládák az eredetinek megfelelő kialakításban és számban kerültek elhelyezésre. Itt az alapból anyagában színezett alkatrészek megfelelő színnel ki is vannak festve, illetve tamponozással feliratozva. A modell festése a gyártótól megszokott rendkívül magas minőségű. Hibát én nem találtam rajta. A feliratozása sem lehet panasz, részletes, pontos és tűjéles minden felirat és piktogram. A mozdony alváza és a forgóvázak is végre el vannak látva a megfelelő piktogramokkal és feliratokkal, emellett ugye oldalt találunk egy nagy zöld és a vezetőállás oldalán két kisebb zöld a mozdony duál üzemmódját és környezetkivélő mi voltát hirdető logót is. Ezek a logók nyomtatással készültek, azonban a minőségük megfelelő, elég finomra állították itt a nyomtató felbontását, még közelről makróval is nehezen vehető ki, hogy nyomtatott részletről van itt szó. A mozdony digitális üzemben számos funkcióval rendelkezik. Van menetirány szerinti világítás, külön kapcsolható távolsági fény, külön kapcsolható zárfények, vezetőfülke világítás és géptérvilágítás. A mozdony szekrény levételéhez 4 csavart kell kicsavarni, utána óvatosan leemelhető a kaszni. Belül a szokásos plusz 22-es dekóder rajzattal ellátott panelt találjuk. A bemutatott mozdony gyárilag hangos, így megtaláljuk benne a gyári Pico hangdekódert, valamint a hangszórót is. A nyáklap alatt a standard Pico motor található, két nagy rendítőkerékkel, a hajtás kardánok és csiga segítségével jut el a forgóvázakba. Minden tengely hajtott, egy-egy tengelyen aszimmetrikusan egy oldalt tapadó gyűrűvel ellátott kerék is van. A mozdony futása szép, egyenletes, a kerekek centrikusak, szitálásnak, billegésnek nincs nyoma. A lassú menet példás, még a legkisebb sebességen is finoman fut, és megfelelő a vonó ereje. A mozdony 3%-os emelkedőn 6 kerékáramszedős személykocsival probléma nélkül fel tudott nálam jönni. A legkisebb bejárható ívsugár 360 mm. A mozdony áram felvétele, hasonlóan a villany vektronokhoz rendkívül alacsony, 100-150 mA körüli értékeket mértem, és még komoly terhelés alatt sem mentek fel ezek a számok 300 mA környékére. A modell közelkapcsoló kinematikával van ellátva, mind a rokó fecskefarkas, mind pedig az univerzális kapcsolóval üzembiztosan kapcsol, mind húzott, mind tolt üzemben jól tette a dolgát a kinematika. A mozdony gyári hangos Pico dekóderébe az eredeti járműről felvett hanganyag található, hallgassuk meg most ezt üzem közben. Thank you.
Összességében egy nagyon magas minőségben kivitelezett, részletes és pontos modell tett le az asztalra a Pico. A hanganyag érezhetően jobban sikerült, mint a korábbi mozdonyoknál. Ezen a téren látszik, hogy a gyártó igyekszik. Szépen látszik egyébként a Pico-nál a fejlődési vonal az évek alatt. Az újabb és újabb fejlesztések egyre több és pontosabb részlettel rendelkeznek. A digitális hangos modell ára jelenleg 120 ezer forint körül alakul, ami szerintem tekintve, hogy milyen műszaki tartalmú és részletességű a modell, és hogy itt egy teljesen új fejlesztésről van szó, valamint, hogy a Rokó analóg Vectronjai is 90-100 ezer forint körüli áron érhetőek el, nagyon jó ár ezért a mozdonyért. Érdekesség, hogy a Pico ki fog adni egy Expert Plus verziót is ebből a mozdonyból, ami rendelkezni fog az ebbe a mozdonyba látott dolgokon felül motoros áramszedőkkel és füstgenerátorral. Ez a mozdony ez természetesen magasabb áron lesz, mint az itt bemutatott, csak simán digitális hangos mozdony. A bemutatott modell nem saját jármű, a videó elkészítése céljából járt nálam kölcsönben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!